A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium egy több mint 100 éves múltra visszatekintő oktatási intézmény. A hagyományok ápolása mellett a folyamatos megújulás is jellemzi az iskolát. A szakképzésben rejlő új lehetőségek bővülésének köszönhetően az utóbbi években, az utóbbi két évben létszámgyarapodást tapasztaltunk az iskolában, és ez azt jelenti, hogy nem csak a 9. évfolyamosok jelentkezésen látszik meg ez a létszámgyarapodás, hanem a felnőttek is megjelentek az iskola falain belül. A magyar nagyvállalatok támogatásával képzünk munkaerőt, és az mellett, hogy ezek a képzések azért nem a legkönnyebbek, de a munkaerőpiacon nagyon jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak. Az új szakképzésnek köszönhetően ösztöndíjat tudunk fizetni a diákjainknak, illetve, hogyha duális képzésben vállalatoknál tanulnak, akkor munkaszerződéssel munkabért is kaphatnak. Az iskola nagyon jól felszerelt szaktantermekkel, a legújabb, legkorszerűbb technikai eszközökkel van ellátva, úgyhogy a képzéseinkben ezek nagy segítségünkre vannak, és folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük az eszköztárunkat, hogy a legújabb és korszerűbb tudást tudjuk a diákoknak átadni. Az intézménybe az általános iskolából hozott pontok alapján külön felvételi vizsga nélkül kerülhetnek be a tanulók, és számos szak közül választhatnak. A 9-es diákokat főként technikusi képzésekkel várjuk. Ezekre a képzésekre az jellemző, hogy 5 évesek, és a technikumi végzettség mellé érettségi vizsgát is adnak, ami a felsőoktatásban, a továbbtanulásban is megnyitja a lehetőséget számukra, pláne, hogy a szakirányban tanulnak tovább. Közlekedés és szállítmányozás ágazaton belül a vasútforgalmi szolgálattevő technikus képzést indítjuk. Ez elsősorban azoknak szól, akik a vasúti közlekedés, illetve a légi, illetve a közúti közlekedés iránt érdeklődnek, és ennek az irányításában szeretnének a továbbiakban gondolkodni. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül a pénzügyi számviteli ügyintéző képzéssel várjuk az érdeklődőket. Informatika és távközlés ágazaton belül a szoftverfejlesztő és technikus képzéssel várjuk a hozzánk jelentkezőket. Ennek a képzésnek a specialitása az, hogy a Budapest School-lal közösen jött létre ilyen pilot jelleggel ez a dolog, és az ő módszertanukkal képezzük a diákokat a legmodernebb technikai eszközök segítségével, és nagyon fontos, hogy az egyéni támogatás, tehát minden diáknak külön mentora van, és egyénileg támogatjuk őket a tanulásban. Rendészet és közszolgálat ágazaton belül a közszolgálati technikus képzésünk, ami jelen pillanatban a 9-esek számára egy nyitott dolog. A rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság irányába, aki szeretne esetleg mozdulni, nekik ajánlott ez a szak. Nagyon jó fizikai erőlét kell, és hát nyilván egy példás magaviselet erre a szakra. A gépészet ágazatban a vasúti járműszerelő technikus képzéssel várjuk az érdeklődőket. Elsősorban a fiúknak ajánlanám ezt a szakmát, aki esetleg nem sajnálja beolajozni a kezét, és a gépészet iránt a különböző ilyen fémes eszközök iránt érdeklődik. Nagy örömünkre az oktatás ágazaton belül jövőre tudjuk indítani az oktatási szakasszisztens képzésünket, ami most már technikumi képzésként annak minden előnyével tud indulni. Ide elsősorban azokat várjuk, akik az oktatásban, óvodákban, esetleg pedagógiában szeretnének továbbiakban gondolkodni, és iskolákban, óvodákban, bölcsödékben, esetleg szociális otthonokban dolgoznának. A vasút megkeresésére indítjuk el az elektronika és elektrotechnika ágazaton belül a közlekedés automatikai technikus képzésünket. Ez egy új képzésként fog a következő évtől indulni. Elsősorban azokat várjuk ide, akiket az elektronika, elektromos áramkörök, illetve jelzőberendezések és a közlekedés biztonság technikája érdekel. Az iskola rendelkezik egy okos tanteremmel, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve, emellett pedig egy a környéken egyedülálló természettudományi labor is megtalálható az intézményben. Nem csak a saját diákjaink, hanem a külsős partner intézményeinknek a diákja is ellátogathatnak, és használhatják az eszközöket, és nagyon, nagyon érdekes kísérleteket végezhetnek a természettudományos tárgyak tekintetében. A vidékről érkező diákokat egy jól felszerelt kollégium várja. Nyilván a diákok elsősorban tanulni jönnek hozzánk, de a tanulás mellett azért időt kell szakítaniuk sokszor a szabadidő eltöltésére is, és az iskola ebben is bőven segítségükre van. Nagyon sok hagyományos rendezvényünk van, ballagás, szalagtűző, amiket minden évben megtartunk, illetve szoktunk tavasszal rendezni kifejezetten apácai napokat, ilyen diáknap jelleggel, ahol a
diákoknak különböző érdekes sportrendezvények, vetélkedők, és olyan dolgok vannak, amik ezeket a fiatalokat érdekelhetik.